Potyó István karmester elsősorban arról ismert Kolozsvár zenei életében, hogy nagy buzgalommal és előszeretettel keres és talál az itt-ott fellelhető kottatárakban olyan rég elfelejtett partitúrákat, amelyeknek szerzői valamikor a magyar muzsika világának jeles képviselői voltak. S ha már megtalálta ezeket a sok esetben megsárgult kottákat, meg is szólaltatja őket az általa alapított Szent Cecília kórussal és zenekarral. Ilyen rendhagyó zenei eseménynek lehettünk szem- és fültanúi múlt szombaton a kolozsvári Szent Mihály plébánia udvarán megtartott hangversenyen.
Ezen gyönyörű zenei pillanatok után Potyó István karmestert köszöntöm Skype-on. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, szép napot! Milyen alkalomból került sor erre a rendkívüli hangversenyre? A hangverseny kerete kettős, mondhatni. Az egyik a Clausen Music nyári koncertsorozat, amelyet tavaly indítottunk útnak a Piarista templomban, és hála fennvalónak idén is sikerült megszervezni. Alternatív helyszínként természetesen a Plébánia udvarán, azért, hogy a biztonsági előírásokat betarthassuk. Sok változást igényelt ez az új helyzet, mint mindenkinél, de azért gondoltuk, hogy mindig ez egy reménykeltő, bizakodó, arra is mutatott, hogy a normalitáshoz. A másik keret természetesen a kolozsvári magyar nap, koncertprogram szerint szerepelt, és örülünk, hogy tavalyi év Ruzicska művei után idén két másik magyar szerzőnek a műveit mutathattuk be ezen a koncerten. Ugye Patacsics Károly és Bánáti Buchner Antal partitúráiról van itt szó. Hol bukkant ezekre a partitúrákra? A partitúrák anyagát egy zenész barátom, kutató barátom, Windhager Ákos hozta a figyelmembe. Ő Magyarországon dolgozik, és mindkét kézirat az Országos Széchenyi Könyvtárban található. A Patacsics szimfónia az egy partitúra anyag, tehát hogy a teljes szólamanyag egy helyen, egy karmesteri partitúra, abból kellett az új anyagot mindenkinek előállítani, tehát a teljes szólamanyagot és magamnak is a partitúrát újból szerkeszteni modern kottaírásba. A Buchner misének pedig fontosan a fordítottja volt meg, azoknak a szólamanyagai vannak az Országos Széchenyi Könyvtárban, viszont nincsen partitúrája, így hogy mind a kettőt sok előmunka feltételezte azért, hogy ez a teljes kottaanyag elérhető legyen a zenészek számára. Kellett-e módosítani amúgy a szólamokon ahhoz, hogy ez az előadás így létrejöjjön, ahogy elhangzott? Hát voltak technikai úgymond megoldások, olyan szempontból, hogy például a szimfóniánál az eredeti partitúra részben nem tartalmaz minden egyes szólamot. Például a trombiták és az ütős hangszer, tehát az üsdob az a végén szerepel, úgy van kiegészítve, hogy úgy gyűjtő, hogy harmonii, tehát igazából a hangzás kiegészítése szerepel, és ott lehetett volna duplázni a fuvolát, az oboát, a klarinétot, tehát a fafúvós részleget lehetett volna duplázni, de ezt azért sem lehetett kivitelezni, mert azért a helyszűke miatt nem férhetett el több zenész sem a színpadon, olyan szinten, hogy akkor betartani valamelyest a távolságot is, hogy mindenki úgy legyen elhelyezve. Illetve a misében viszont nem mindegyik hangszer szerepel, így akkor így a partitúrának, a Patacsics szimfóniának a partitúrának az eredeti változatából állítottam össze azt a struktúrát, ami ennek megfelelő volt erre a koncertre. Mennyire volt nehéz betanulni mindezt, hiszen ugye régi partitúrákról beszélünk itt gyakorlatilag? Amit fontosnak tartottam, azt még a próbák elején elmondani, és hogy az emberek nagyon is megértették, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ezt úgy követték, hogy ezeket mindenképpen saját zenétörténelmi hagyományunk értékeként kell felfogni. Tehát ez volt az, ami úgy ezen az egész próba folyamaton végigment, mert kell tudni azt, hogy azért vannak olyan fordulatok, amik mondjuk úgy, hogy ezt egy nagyon kritikus valaki kivágná, azt mondaná, na hát ez túl sok, ezt itt rövidítjük, de ragaszkodtunk hozzá, hogyha már eladjuk, akkor most ebben a formában az legyen, ami leíródott annak idején. Főleg itt a szimfóniára értem, a misében az nem kellett, mert az egy összkép, tehát az már egy összeállt mű, és ugye a Szent Misének, az állandó részének a szövege és a teljes összeállítása az kötött, tehát az nem is kellett. És ott is voltak érdekes megoldások, mondhatni, de szépen végigment, tehát hogy van egy szép koncepció benne, és egy nagyon-nagyon specifikus zenei, romantikus íz, ami ott a harmóniákban is az összetételben hallatszik. Más nehézség annyira nem volt, az volt tényleg, azt éreztem sok zenésztől, főleg a zenekarban, hogy
végre valamit lehet megint muzsikálni, és összeülhet a banda is, muzsikálhatunk együtt. Tehát hogy ez egy nagyon pozitív. Egy hosszú kihagyás után bizonyára ez is frissítően hatott önökre. Mit kell tudnunk amúgy a szerzőkről és magukról, a művekről? Ugye itt én dobálózom a nevekkel, de én is keveset tudok róluk. Hát valahányan keveset tudunk róluk. Patacsics Károlynak ez az egyetlen szimfóniája, ő egy főállásként orvosolt, és gyermekkorában valószínű, hogy az Esterházy kastélynak a zenei világából merítkezhetett. Tehát egy kicsit az a világ, ami visszacseng a szimfóniájában is, az klasszikus hangzás, a szép fordulatok, arányos frázisok, mindezek tetten érhetőek a szimfóniájában. Főállásként, ugye orvosként, szemészként, de a budapesti, tehát a, úgymond a pesti zene, de meg a különböző egyesületeknek tagja volt, tehát aktív zenész is volt. Elég sok csárdást is írt, tehát magyar hangvételű. És érdekességképpen, hogy a harmadik tétele a szimfóniának az egy rondo polacca, tehát egy lengyel rondo, úgymond, tehát ez a hallatszik benne, ez a kicsit verbunkos ritmus és a tánc ritmus, ami visszacseng. És Bánáti Buchneraltnak pedig ő ugye az Esztergomi Bazilikának volt az organistája és karnagya. A maga idejében nagyon népszerű, tehát a magyar rádióban is számos muzsikáját játszották, nem csak misét, hanem más alkotásait. Eltelt az idő, és azóta ugye nem játszották sok művét, de ezt a misét viszont Magyarországon azt hiszem körülbelül 12 évvel ezelőtt még felcsendült egy másik orvos előadásában, mert tőlük is kaptunk egy hanganyagot, ami segített abban, hogy elsajátítsuk ezt a művet, és elénekelhessük a koncert alkalmával. Fogják-e még játszani ezeket a műveket, vagy ez egy ilyen egyedi alkalom volt? Nem mondja, hogy egyedi volt, a nézők közül sokan szomorúak lennének. A Nelly koncertsorozat az most pénteken fejeződik be a Concertos Spiralis kamaraegyüttes koncertjével. Még lesznek hangversenyek az udvaron. A szeptember elején lesz 8-án és 10-én, az egyik az a Tomescu hegedű művész és a harmonikával együttműködő muzsikussal, és 10-én pedig az operának egy vonós kis zenekara fog koncertezni az udvaron, tehát hogy a zenei élet úgy szépen alakult, és továbbra is élet van, úgymond, ha már kint, és nem lehet a templom akusztikáját felhasználni, akkor de van lehetőség rá. A művek előadásáról pedig azt mondhatom, hogy valószínűleg a Patacsics szimfónia az most egyszerűen hálát adunk a Istennek, hogy egyáltalán összehozhattuk és meglehetett, de megvan a kotája, tehát adott alkalommal máshol is felcsendülhet. A mise, a Szent Erzsébet mise pedig azt én nagyon-nagyon bízom benne, hogy a liturgikus keretben is meg fog szólalni ott, ahova íródott és ahol elsődlegesen helye van. Én ugye itt említette az előbb a templomi kontextust, amit most nem jöhetett létre, ugye most szabadtéri előadást kellett szervezni. Mennyiben hangzott volna másképp templomban, mint így szabadtéren? Nem vagyok biztos, hogy csak a hangzás lett volna különböző. Az is valamilyen szinten, de maga a helynek a lelkülete is hozzá sok mindent. Egy misalkotás az főleg egy egyházzenei műhöz. Úgy gondolom, hogy az a millió, az a szakrális tér, az másképp hat zenészre és hallgatóra egyaránt. Tehát ilyen szempontból talán lett volna másképp. Egyébként kényszerből lett ez a plébániai belső udvar, de kimondottan egy jó akusztikájú belső udvar. Tehát az alakja, meg az, hogy egy jó része fedett, az annyira megsegítette azt, hogy tényleg jól szólt. Tehát látszik a felvételen is, ugye, hogy a zenekar fent a teraszon énekelt, a zenekar pedig lent, de teljesen össze lehetett hangolni, semmi baj nem volt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon és látványban hallott. Is nagyot segített, úgy gondolom, hiszen látványos volt, nagyon szép volt. És egy utolsó kérdés, ha megengedi, hogyan esett a választás ugye Kele Brigittára és szólistatársára? Miért pont ők? Mind a két zenésszel már jó pár évet, sok-sok évvel ezelőtt már működtünk, és muzsikáltunk együtt. Én nagyon örültem, hogy Brigitta éppen itthon van, és elvállalhatta ezt a koncertet, mert sűrű a programja, de hát most mindenkinek
úgy alakul, ahogy igazából kiszámíthatatlanul. És Győrűben pedig évek óta nagy segítségünk az egyházzenei szolgálatban, úgyhogy neki is nagyon hálás vagyok, hogy így a duetteket énekelhették. Eredetileg négy szólista szólam van a misében, de nagyon-nagyon nagy részben duettek vannak, így hogy akkor a kvártettes részeket, azokat a kórus énekelte, és maradtak a szóló, illetve duett részek a szólisták. Nagyon szépen köszönöm, Potyó István, hogy bekapcsolt a műsorba, és hát mindenképpen gratulálunk az előadáshoz. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Viszontlátásra!